A Pécsi Tudományegyetem 19 szakkollégiumában közel 600 hallgató végez tudományos munkát. A 2023-as szakkollégiumi nap jó alkalom volt arra, hogy megismerjék egymás szakmai munkáját, és közös együttműködéseket alakítsanak ki a diákok. Ez egy kitűnő alkalom arra, hogy egymásnak bemutassák, hogy milyen tevékenységet folytatnak, és azokat a sikereket is, amelyeket a szakkollégiumi kolléginák és kollégák elértek az elmúlt években. A szakkollégiumok építkezése szempontjából is igen fontos az, hogy ilyen eseményre sor kerüljön, hiszen itt alkalmuk lesz arra, hogy megismerjék a szakkollégiumok tevékenységet egy kicsit közelebbről, és itt nem csak munkáról van szó, hanem tényleg kapcsolatépítésről, barátkozásról. A modellváltással az volt a kormány egyik célja, hogy minél hallgatóközpontúbb működés, oktatás alakuljon ki az egyetemeken, és minél jobban segítsék a tehetségek kibontakozását és a tehetséges diákok boldogulását. Ennek egyébként a legjobb eszközei az egyetemeken keretében a szakkollégiumok, és ezért fontos az is, hogy itt hangsúlyt fektetnek arra, hogy a szakkollégiumok között is legyen kapcsolat, hiszen az látható minden területen, hogy az ilyen együttműködésekből, a szinergiák kihasználásából csak jó és erős rendszerek tudnak kialakulni. Ez az első olyan rendezvény, amely már az új stratégia mentén jött létre, és ezt mi hagyománnyá szeretnénk formálni, hiszen fontos az, hogy hálózatosodás mentén egymással ezek a szakkollégisták találkozzanak. Nagyon fontos, hogy az különböző tudomány területeken tanuló hallgatók egymással kapcsolatba lépve, egymást inspirálva, akár olyan know-how-kat mutassanak be, amelyek később többek között szabadalommá érlelhetők, vagy bármely más tudományterület képviselőivel önálló kutatásokat folytassanak. Minden hallgató számára fontos az, hogy az alapvető tanulmányokon felül egyéb teendőkben is részt vegyenek, és ez megfelelő platformot nyújtanak a szakkollégiumok, hiszen így színesbíteni tudják önéletrajzukat, illetőleg az alapvető tanulmányokon felül további kompetenciákat tudnak felszedni. Az egyetem az elmúlt időszakban jelentős forrásokat dedikált a tehetséggondozás mellé, így a jövőben egyre több hasonló rendezvény segítené a diákok szakmai kibontakozását.